boldog új évet kívánok tisztelt nézőinknek, a Lólépésben sak magazinban vagyunk. Gúnyát műsorvezető vagyok, mellettem pedig műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Mindenkit üdvözlök. A 2017-es év végében zajlottak a sakkesemények Szabolcs megye is a régió sakk életében. December 17-én az MB2 újabb fordulójára került sor. A két szabolcs megyei csapat a papírforma szerint alul kellett, hogy maradjon, tekintettel arra, hogy jóval erősebb csapatokkal mérkőzött meg. A Tiszavasvári ese az Edelény városához és csapatához látogatott el. Eddelény az elmúlt évek, évekhez képest jelentősen megerősödött, részben az ország más tájékáról ö, igazolt sakkozókkal, részben pedig ö, ukrajnai, ö, kárpátaljai, részben magyar származású sakmesterekkel. Ez a csapat olyannyira erős lett, hogy ö, szinte minden táplán magasabb értékszámú, jóval magasabb értékszámú játékos tudott leültetni, mint a Tiszavasvári. Sajnos a Tiszavasvári csapata nem tudott egyetlen partit sem nyerni, öt döntetlen született, és így 9 és fél, kettő és fél arányban maradt alul a szikrázó küzdelemben Edelénnyel szemben, ami nagyobb arányú vereségnek tűnik, de gyakorlatilag azt jelentette, hogy a papírformának megfelelő. A megye másik NB2-es csapata, a Nyíregyházi Sportcentrum otthonában fogadta a korábban nb 1 b is, tehát magasabb osztályból ide érkező csapatát. A böszörmények igen erős csapattal álltak fel, minden táblán 1-2 százal magasabb értékszámú játékost ültettek le, mint a hazaiak. A hazaiak nem adták olcsón a bőrüket, ö, több partiban sikerült döntetlen elérni, illetőleg óriási küzdelmeknek voltunk a szemtanúi. Az első táblán a sötét ö, figurákat vezérelte a Nyíregyházi Sportcentrum Fidemestere, Orosz Róbert, a hajdúböszörményiek kiválósága Gály József Istvánnal szemben. Gály hát egy jó százasra magasabb volt az értékszáma. Ez oroszobit egyáltalán nem ijesztette meg, sziciliai védelmet választott, és már a megnyitásban egy rendkívül érdekes minőségáldozatot és bizony megszorongatta Gálmesternek a királyát, végül is az óriási küzdelem a sok néző kibicelése mellett döntetlenben oldódott fel. A második táblán a hazaiak játékosa, a fiatal vacsilja, a világos figurákat vezérelt, a böszörményiek játékosa, Julia Nieto Estrada nemzetközi mesterrel szemben. Hát a nyerés közelébe jutott tulajdonképpen kiváló megnyitás kezelése, gyalogelőnyt is szerzett és álláselőnyt is szerzett. A partit nézve már úgy látszott, hogy a mexikói nemzetközi mester túllépi a gondolkodási időt a 40. lépésig. A 40. lépést, amikor megtette, már csak néhány másodperce volt a, a gondolkodási időből, addigra azonban mindent kiszámolt, hát bizonyította, hogy miért is nemzetközi mester és kiszámolta, ö, teljesen döntetlenre mentette az állást. A harmadik táblán ö, a böszörményiek Balai Zsolt fidemestert, öltették le. A mi részünkről Gújván Laci játszott. Hát Gújvánnak több mint 200 -a magasabb volt az értékszáma, ennek ellenére egy nagyon kockázatos megnyitást választott egy benkőcselszerű állásban, előbb egy, aztán még egy gyalogot áldozott be, és Gújván olyannyira ambicionálta a küzdelmet, hogy Balai mesternek még a döntetlen ajánlatát is elutasította, de hát ennek ellenére 5 óra, a játékidő 5. órájában döntetlenben Kellett, hogy megállapodjanak, gyakorlatilag két királyig küzdöttek. A negyedik táblán sajnos vesztettünk, a csapat közepe pedig végig döntetlenre vitte a mérkőzést. Úgy nézett ki, hogy a Nyiregyháziak meg tudják verni a hajdóbösszörményt. Egy olyan 65 fél, fél arányú győzelmet jósoltam, mint csapatvezető a csapatomnak. Sajnos a 10. és 12. táblán nyert állást sikerült elvesztenünk, és ennek köszönhetően mi két ponttal kevesebbet, az ellenfél két ponttal többet szerzett, így hét és fél négy és félre a, a, a nagyobb tudás győzött a lelkesedéssel szemben. A nyiregyháziak becsületét a 13 éves blahota marcál mentette meg, Ö, rosszul állt marci a megnyitásban a Böszörményiek kiváló játékosával szemben, akinek szintén legalább kétszázal magasabb volt az értékszáma, de Marci türelmes játékkal kiegyenlített, majd aztán utána ö, nyerni is tudott egy meglehetősen érdekes bástya végjátékban. Úgy tudom, hogy Péter készültél partikkal a mai adásra. Milyen partikat szeretnél bemutatni? Hát ö, két játszmával készültem remélhetőleg mindkettőre marad időnk, vagy lesz időnk, és az egyik az előző fordulóból játszott parti volt. Én a pásztor Lóránt elleni győzelmét szeretném bemutatni Mízik Zsoltnak, aki, aki, egy kifejezetten jó partit produkált világossal, ez lenne az egyik parti, a másik partiban pedig a Nyíregyházi Sportcentrum játékosát, a, a, vagyis Paplackónak a játszmáját szeretném sötéttel egy nagyon egységes játszmában verte meg ellenfelét. A Kazincz Barcika ellen. Az utóbbi partit magam is láttam, mert ott voltam Barcikán is, játszottam is. Mizik Zsoltinak a partiját Pásztor Halezedes úrral szemben nem láttam, csupán a, a játszmát láttam, tehát nem voltam a helyszínen, de magát a partit lejátszva, azt látom, hogy ez igen komoly tartalmas egy játék volt. Azt hiszem, a védelem volt. Uh, uh, uh... Gyakorlatilag a Mizik Zsoltnak volt a Jehém védelem a Paplackó itt pedig ilyen D4-es parti volt, igen, 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 kifejezetten jó partik voltak, úgyhogy e ezt szeretném bemutatni most. Tehát világosan volt Mizik Zsolt, és Pásztor Lóránt volt az ellenfele, e ugye fehérre l kezdett e volt, amire 20 F6 következett, ugye az aljehin e nek a Ö, alapvető megnyitási változatában vagyunk. Ugye azt kell tudni, hogy Aljahin védelm, ugye Al ö, volt ö, a, a negyedik világbajnok, úgyhogy ezt elvégben róla nevezték el ezt a megnyitást. Dr. E... dr. Alexander Aljehin, ugye előtt is játszották már ezt a megnyitást, de nem volt igazán elterjedt, és a, a jogász doktor Aljehin sakvilágbajnok az egyetlen, aki világbajnokként halt meg, ő népszerűsítette és dolgozta ki annyira az elméletét, hogy róla nevezték el. Hát előttel ugye betolt világos, amire Huszár D5 következett, ugye és D4, ugye, ugye itt átadja a centrumot fekete-fehérnek, ugye de D6-tal megpróbálja ugye ezt fekete ugye megbontani. Tehát akkor arról van szó, nagymester, hogy hogy világos ezzel a merész, sötét ezzel a merész fejlődéssel, csalogatja, támadja, mozgatja a világos gyalogokat, és aztán pedig egy D6 robbantással akarja destabilizálni a centrumot, hogy ellenjátékhoz jusson. Gyakorlatilag igen, tehát erről is szól. Azt kell látni majd, hogy ugye itt azért átadja egy picit a teret, ugye sötét, és hogyha világos egész egyszerűen válaszol erre a megnyitásra, akkor, akkor egy nagyon nagy előnyt se tud elérni, és olyan körülbelül egy picit jobb állás kell játszania. Tehát, tehát ugye később támadják meg a centrumot, átengedik, viszont, viszont ugye kényelmesebb, könnyebb a játék a világosnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon bele lehet esni esetleg itt egy-egy taktikai trükkbe, ebben a nyitásban, tehát nagyon sokszor volt már hogy Fekete gyakorlatilag nagyon gyorsan tudott nyerni, mert ugye előre szaladt a gyalogokkal, és akkor azok el is tudnak gyengülni, tehát nem csak erősek tudnak lenni. Ha nincs és... mögötte a jól megszervezett hátország. Igen, és ugye térelőnyt eredményezni ezek a gyalogok, hanem egész egyszer ugye ezek gyengék is lehetnek. Egyébként, ha jól tudom, a magyar klasszisok közül Varga Zoltán nagymester a legnagyobb hódolója az aljáhinvédelemnek. védelemnek. Igen, 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 ő már hát egyre többször játszani, és ugye viszonylag azt mondom, hogy rendszeresen játszani, úgyhogy, de annó még én is játszottam ezt feketével, ezt, ezt a, nyitást, és ugye elég sok mindent tudok róla. c 4 folytatta világossal Zsolt, ugye ez egy elég jó lépés, 20 B6-ra visszakergette, és most ez az egyik elüti D6 lépés, ami az egyik legjobb lépés, én úgy gondolom. És az F4-es kibővít egy gyalogcentrum arról? Azt, mi a véleményed? Arra most az. Találták ki, hogy ott azonnal futó f 5 öt lépnek, és Aha. az egy egyenlő állás. Azt tehát a világos mondani. mezőkön operál akkor a sötét Igen. ellen játéka. Igen, és ott utána elhatta, vagy 6 elhattal szokták játszani, tehát az most ö, olyan egyenlőnek tartják uh -huh. azt az állást. Tehát Az nem annyira népszerű az F4, mint ez az Eüti D6, plusz ez sokkal egyszerűbb, ezt hárommal lehet ütni, a két gyaloggal és a vezérrel. Az egyik legjobb, legstabilabb változat az, hogyha ez egy gyaloggal ütik vissza ezt a d 6 ot elüti D6-tal, tehát az E gyaloggal ütött vissza. A másik nagyon népszerű, az a C-vel való ütés, de ez, ez egy kicsit a stabilabb állást eredményezi. Futó D3-mal fejlődött világos, mire Huszár C6 következett. Nyomás alá helyezi a D4 gyalogot. D4 pontot. gyalogot, futó E3-mal megvédte ezt a gyalogot. Nem jobb Igen. a 20 f3, vagy arra a sötét futó g 4 a Arra futó g jött volna, és ugye ő azt szeretné, hogy ezt a t ne kössék le. Uh -huh. Igazából annak a futónak nem nagyon van helye a c8 futónak, és erre akar rájátszani fehér, hogy ugye előbb h3-at szeretne lépni, amit a partiban is fogunk látni, és ő nem nagyon fogja tudni, hova tenni ezt a futót majd. Tehát akkor most futó g4 betiltva, mihez tud kezdeni sötét? És most nem nagyon tud mit kezdeni. Hát igazából g6-tal fejlődött. Tehát a futót akkor G7-re akarja állítani, hogy tovább nyomja a D4 gyalogot. Igen. Itt a másik szolid lépés az futó E7, sánc, futó F6, és azzal szokták a D4 gyalogot ott nyomás alá helyezni. H3 következett, ugye ez mind azért, hogy a futó G4 jöhessen ki. Futó G7, fejlődött fekete, 20 F3-mal kifejlődött világos, elsáncolt sötét, 20 C3-mal fejlődött fehér, tehát a megítás alapelvét teljes mértékben betartják, huszár B4, ez egy picit furcsa lépés, ugye, ugye ki akarja szedni ezt a futót, futó E2-vel ugye nem engedi, hogy ugye leüssék vissza, mert akkor f 5 már jó helyen lenne a fekete futónak, úgyhogy futó E2-vel vissza. húzódik. Esetleg futó B1 nem lett volna jobb? Futó B1-re a C4 gyalogot lehet leütni, mm -hmm. úgyhogy azt nem szerette volna, és az E3 futó is utána ott lóg tehát azt le, is le lehet ütni. És erre most nem jó a futó elfőt? Futó elfőt egész egyszerűen logikus, normális lépés, futó elfőtre valószínűleg Bástya C1, ugye kivédi a 20 C2, futó C2-t, és a hárommal majd visszazavarják azt a azt a lovat, és utána elsáncolnak. Logikus, jó lépés lett volna. És aztán majd megoldja az F5 futó Igen. problémáját. Igen, jobb lett volna. A 20 ez egy kicsit olyan furcsa lépés, <coughs> ugye, most 20 d héttel, ugye bezárja a futóját, visszamegy. C5-re játszik talán? hát valószínűleg az a terve, vagy C5. Én nem is tudom, hogy esetleg átrakni F6-ra a lovát. Nem tudom, ez egy, ez egy nagyon fura lépés, de lehet, hogy C5-re játszik, és egész egyszerűen ez volt az értelme. Mindenesetre én biztos, hogy ilyet nem lépnék, eszembe nem jutna el lépés következett végül is sánc. Fehér ugye elsáncolt, az alapelvét ugye megnyitásnak az alapelveit befejezte, világos. Ugye C6 következett, végül is akkor lehet, hogy ez volt az alapötlet. Vezér D2, ugye ez majd futó h 6 esetleg kiszedni a G7 futó uh -huh. a védelemből. Ugye A5 jött, és ugye egy picit ugye fenyegetett Huszár e is, ugye megtámadni a B4 lovat és a D6 gyalogot, tehát ezzel a kettős támadással fegyegetett itt. Világos ez is kellett a 5 öt lépnie. A3-mal visszazavarta a lovat, huszára a 6, amire következett ugye futó F4. Most ha ránézünk ugye az állásra, világosnak ugye minden tisztje kifejlődött, sokkal kényelmesebben áll, még a feketeinek ugye a C8 futóval ugye problémái akadnak, és a D7 huszár sem áll olyan fényesen. Ugye huszár F6, ez logikus lépés volt. hátránya is van sötétnek, a fejlődési hátrány mellett. Igen, úgyhogy huszár F6, ez egy logikus, és ugye a futót is hozza ki. Ugye futó D3 jött, ugye logikus lépés ismételtem, ugye az az értelme, hogy az F5-re ne engedje ki a sötét futót. Huszár C7 következett, amire bástja E1, ugye, ugye elfoglalta fehér a nyílt vonalat. 20 E6 következett, ami lefutó H2-vel, ugye folyamatosan nyomás alatt tartja a D6 gyalogot. Én lehet, hogy megpróbáltam volna D5-ot meglépni, itt 20 E8-al folytatta fekete, ez megint egy picit passzív lépésnek tűnik. Tehát ugye, hogyha megnézzük, nem egyszerű felbontani, megtörni, vagy, vagy ugye feltörni a fekete haderőnek az állását. Egyértelműen jobban áll fehér, de, de, nincs olyan konkrétum, hogy most itt azonnal nyer. Hogyan menjen előre? Igen, igen, igen. Most futó C2-t lépte. Világos, ugye ennek már én úgy gondolom, hogy D5 lenne az alapötlete, hogy egy kicsit ugye előre megbontjuk azt a fekete haderőt, és ugye ott kijöjjenek a tisztek közötti különbség, minőségbeli különbségek, tehát hogy a fehér tisztek jobban állnak egyértelműen, és hogyan tudja megtámadni a fekete hadseregében a gyalogokat, gyengeségeket létrehozni. f jött, ami megint furcsa lépés, de ugye, hát nem tudom, tehát én azért nem találtam volna ki ezeket a lépéseket sötéttel. Semmi probléma nincs. Fehér, ugye bástya e 2 megy a nyílt vonalra, teljesen logikusan is nagyon jól játszik. Fehér. Mi lehet sötétnek a terve? Huszár F6, D5, utána huszár 4 Uh, Huszár D4-jel próbálkozna esetleg. Igazából vezér F6 volt a terv, ugye uh -huh. a D4-gyalogra egy picit most uh, támadjon, és ez meg is lépte, meg is lépte ezt a lépést. Ugye de erre bástja arról E1-re. Jött, és ugye most nem lehet D4-et ütni hosszára, mert Huszár visszaüt vezéret. Le, leüti a D4-et, visszajutom vezérre, futújti d és az E8 húszára. Bástya 8, Bástya 8, Bástya 8, Sok, az tíz hátrány, tíz hátrány, egy gyalogért maradna, igen. rossz üzlet. Hát Feketeinek kelletlenül futó D7-tel ki kellett fejlődnie, amire ugye most már megérkezett D5, és ugye most már rátámadt a centrumra, tehát minden tisztje, minden figurája jól áll világosnak, tehát most már jöhet, én úgy mondom, hogy a, a, a az a, az a az, az a lépés, amivel meg, megbojdítja a, a haderőt világos, és gyakorlatilag a gyengeségeket létrehozza ebben az állásban. Huszár D4 következett, ugye amire Huszárüti D4, ugye vezérüti D4, vezérüti D4, futőti D4 jött, és itt most ugye futó F4-gyel, ugye egy picit, ugye játékba hozta a futóját. Most, hogyha megint azt nézzük, egy kicsit ugye ezzel a cserékkel könnyített a helyzetén fekete, de egész egyszerűen nyílt vonal birtoklása miatt fehér sokkal jobban áll ebben a szerkezetben. Bástya F7-tel folytatta a sötét, ugye, nem nagyon menjen be a hetes sorra a fehér Bástya, és erre pedig Bástya D1-gel ugye most megpróbálta, ugye itt rákérdezni, hogy mit csináljon ezzel a futóval. c 5 lépett, ami talán nem volt annyira a legjobb lépés, és ugye most huszára a 4 jöhetett, aminek ugye az az értelme, hogy a B6 pont nagyon egyengült. És ugye huszár B6-tal ott ki fogja szedni azt a D7 futót. És itt, hát most B5 jött, ami konkrétan gyalogot veszít, de nem nagyon ma jó lépés ebben az állásban. Tehát B5-öt lépte fekete, hogy hát ha ott valahogy e, ugye rájátszik, vagy meg tudja nyitni az állást. De B5-re következett e, Huszár B6, ugye amire bástya B8 jött, amire Huszár üti D7, ugye ezt vissza kellett ütni a bástyával, bástya üti D7, és erre C üti B5 következett. Ugye ezt nem lehet a bástyával visszaütni ezt a B5-gyalogot, mert akkor futó a 4 gyel ugye egy felszúrja a két bástát. Nyás, igen, egy hoz létre világos, ugye az a... Az egyik bástyát mindenképp leütötte volna. Igen, a B5 és D7 bástyát. Huszár f folytatta, fekete, amire futó B3 következett, ugye még mindig üthetetlen az a gyalog. és erre pedig Huszár E4-gyel, megpróbálta legalább ezt a Huszárját jobb helyre helyezni, erre most A4-gyel világos már megvédte a gyalogját, ugye és most Bástya E8-al jött fekete, ugye, király a fegy érkezett, hogy semmiféle taktikai motivumok ne legyenek benne. Bástya D-ről E7-re ment, amire futó C4 következett, és G5-re, pedig futó H2, hát ez egy ilyen utolsó támadás, de hát gyakorlatilag G4-re, egész egyszerűen világos futó D3-mal reagált, és kiszedi azt a lovat onnan. Futó D3, amire H5 jött, futó üti E4, következett ugye Báscsa üti E4, Báscsa üti E4, megint Báscsa üti E4, és Báscsa E1-je kiszedte ugye az egyetlen aktív figuráját, vagyis az a legaktívabb figuráját feketének, amire Báscsa üti E1, királyüti E1, jött, és ugye egész egyszer ez a B gyalog be fog szaladni. Most még H4-et meglépte fekete, amire B6 következett. H4 -e ugye valószínűleg C4 jobb lett volna, de arra is a D6 gyalogot le tudta volna ütni. C4-jel még próbálkozott, B7, és itt kapitulált ugye sötét, mert futó a hétre, hogyha visszamegy egy itt D6 következett volna, majd B8 és a, Igen, a B gyalog tisztet ér. Én azt hiszem, tisztetér. ebben a partiban Pásztor Alezredes úr nem találta igazán a tervet, és Mizik Zsolti jól úgy szoktuk mondani, hogy rá tudta verni az állást, mivel nem követett egy egészséges hétkézláb tervet, és Zsoltnak tulajdonképpen átadta a kezdeményezést. Igen, tehát a, az ajánvédelem egy érdekes ö, megnyitás, én úgy gondolom, hogy itt ugye Sötét nem annyira érezte, hogy mire kellene játszani. A, ezeket a terveket, amiket játszott, ezért nagyon extrém, furcsa terveknek mondanám, tehát nem annyira az alapelveknek megfelelő tervet játszott Sötét, ugye. És világos pedig az egyszerű játékával, tehát elfoglalta a nyílt vonalat, jó helyre tette a tisztjeit, és utána, amikor kellett, minden tisztje jól lát, akkor pedig D5-tel egy kicsit megította az állást. Sok minden volt, e végig jobban áll fejére egy kicsit. Valószínűleg c 5 után pedig ugye a gyalognyeréssel pedig megeldőlt a parti uh, sorsa. Onnantól kezdve már Sötét csak rohant az eredmény után. Igen. Hát igen. tulajdonképpen akkor felmérte Sötét tervének hiányosságait, és jó rá tudott mutatni a Sötét felépítés gyengeségeit. Egy igen. szép parti volt. Én nagyon jó parti volt. Egy nagyon... Tanulságos végjátékkal szeretném folytatni uh, itt az Mb2 küzdelmeinek a történéseit. Ugye világosra a karikás, karikás Marian játszott, abból Blahota a Marcen ellen, és ugye egy objektíve egyenlő állás jött ki. Ugye azt kell tudni, hogy ez a bástya végjáték, ugye egyenlő gyalogok vannak. Uh, ugye bástya H2-sakkal fekete most le akarta szorítani a szorítani a világos királyt, és igazából le is tudta volna. Ugye itt valószínűleg király G1 lett volna, amire, hogyha elviszi fekete a bástyáját a 2 le tudja nyerni az F3 gyalogot is, de az egy, de az döntetlen mentek volna. De itt Fehér úgy gondolta, ugye időzavarában, mondjuk ez hozzá tartozik, hogy, hogy belemegy egy gyalog végjátékba, és ugye azzal könnyen hozza a döntetlent. Azt kell tudni, hogy a, hogy van egy olyan mondás, közmondás a sakkozók között, hogy minden bástya végjáték döntetlen, ami persze idézem, hogy nem igaz, de tényleg többször több gyalog is lehet tartani bástya végjátékban a döntetlen, tehát a legnagyobb esély mindig a bástya végjátékban van, hogyha pici anyagi hátrány, egy gyalog vagyunk, akkor itt az aktív bástyákkal királya lehet ellensúlyozni itt az anyagi hátrány. Itt ugye egész egyszerűen király G1-et kellett volna lépni, és a bástyával elmenni akár B5-re, és akkor ugye a harmadik sorról védeni a gyalogot. Tehát valószínűleg ez lett volna a döntetlenhez vezető legegyszerűbb út. Tehát király G1, bástya A2 és bástya B5. Tehát az lett volna a döntetlen. Ehelyett bástya G2-t lépte fehér. Ugye ami azonnal veszít, és ezt kell itt látni, hogy a bástya üti G2, következett ugye király G2, és király E3-mal ugye úgy gondolta világos, hogy király G1 következik, és király F3, király F1-re, ugye megszerze az oppozíciót, ugye a szembenállást a fehér király, de azt kell tudni, hogy ez az állás már veszít, mert az utolsó soron áll a fehér király. Ha ez egyel fentebb lenne, a fehér király és a fekete király, és az teljes mértékben döntetlen lenne, azt nem lehetne megnyerni. Mert ugye ott a Fehér király tudná követni a Fekete Királyt, itt viszont mi az utolsó soron van, ezért ezt elveszti. Fehér király, E3 következett, király E1, F3, király F1, F2, és ugye itt csak király G2 marad, ugye van egy saját tehát egy, egy egyetlen lépése van fehérnek, amire király kettő következne, következnek, egy majd F1 vezér, és itt ezért fel is adta világos, de most, hogyha ugye ezt az állást egyel fentebb tehát f 2 n lenne a fehér király, f 3 on a fekete gyalog, és elnégyen a fekete király, ugye akkor tudná lépni a király f 1 és az teljes mértékben döntetlen lenne. Itt viszont, mivel elfogyott a tábla, nincs több hely, nem tud hátrafele menni a fehér király, ezért ugye kötelező G2-re menni, amire ugye király E2-vel vezérem van, és így vesztett uh, világos, egy nagyon tanulságos partiban. Tegyük hozzá, tehát egyszerűen megfogalmazva, én úgy szoktam magyarázni a gyerekeknek, hogy az ilyen típusú gyalogvégjátékban, amikor a támadófél gyalogja sakkal érkezik, akkor az döntetlen lesz az az állás. De ha nem sakkal érkezik, és most sem sakkal érkezett F2-re a gyalog, akkor az bizony veszít a magányos királynak. Igen. Kedves nézőink, remélem ezek után már oly biztonsággal fogják vezetni a Bástya végjátékot, mint a nagy Rubinstein. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!